Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Én most szeretném röviden felvázolni azt, hogy egy mocsaras, homokos, puszta területből hogyan alakult ki az a közpark, amit ma ismerünk. Tehát valójában mi is a Városliget fejlődés története. Ezt a bő 270 évet szeretném most itt néhány diában összefoglalni. Mindezek előtt viszont nagyon fontos tisztáznunk a Városliget kerttörténeti jelentőségét. Ugye a Városliget az egy olyan közpark, amit már eredetileg is közparknak szántak, a város telkén, a városi lakosság valamennyi rétege számára, a város pénzéből és a támogatók adományaiból egy tájépítészeti tervpályázatot követően jött létre maga a park. Ami, kimondhatjuk, hogy Európa egyik első közparkja. Hazánk egyik kiemelkedően fontos történeti kertje, amely európai jelentőséggel bír, Budapest második legnagyobb közparkja, ugye a Népliget a legnagyobb közpark Budapesten, a Városliget csak a második, de hogyha a közkedveltségét nézzük, akkor bátran mondhatjuk, hogy talán a legkedveltebb közpark. Ennek a parknak a fejlődése, vagy ahová érdemes visszanyúlnunk, az a 18. század közepére tehető. Ekkor indultak meg az első fásítások a város határán kívül fekvő homokos, mocsaras területen. Ezek a fásítások azonban nem hoztak sikert, hiszen a telepítéseket senki nem őrizte, senki nem gondozta, így a város határában legelő csordák komoly károkat okoztak a friss telepítésekben, amik többnyire ki is pusztultak. Ezt követően az 1780-as, 1790-es években került sor egy újabb telepítési hullámra, ami már sikeres volt, sokkal gondosabban készítették elő ezt a fatelepítést, és ápolták a csemetéket. Részben beerdősült fákkal betelepített területen Boráros János városbíró kezdeményezésére indult el egy mulató és üdülőhely létesítése a pesti polgárság számára. Ennek első fontos lépése volt, amikor a Városligeti nagy vendéglőt felépítették a Városligetben. Ez a nagy vendéglő több átalakításon, bővítésen, részbeni bontáson esett át, míg végül 1906-ban a Washington szobor felállítása miatt bontották el véglegesen. Annak ellenére, hogy Boráros János a tőle telhető erőfeszítéseket megtette, a terület parkosítása nem haladt megfelelő ütemben, ennek a legnagyobb oka az anyagi fedezet hiánya volt. Boráros végül megnyerte ügyének Batthyány János hercegprímást, aki 1799. júliusában 24 évre szóló bérleti szerződést kötött a várossal. Ennek a szerződésnek az értelmében Batthyány János hercegprímás vállalta azt, hogy parkosítja a Városligetet, és ott a mulatásra és üdülésre alkalmas épületeket emel. A bérlet végén a város ezeket az épületeket becsáron majd megváltja tőle, de a parkosításért cserébe nem fizet Borárosnak. Erről szólt maga a bérleti szerződés. Ezt követően a hercegprímás a katonai mérnököt Rudolf Vicst bízta meg azzal, hogy készítse el a Városliget parkosítására vonatkozó tervet. Vicst annak ellenére, hogy katonai mérnök volt, és nagyon sokat foglalkozott a homokos területek fásításával, a futóhomok megkötésével, jártas volt a kerttervezésben is. Több kert tervezése köthető az ő nevéhez, főleg a dél-magyarországi területeken, de a közeli Aszódon is tevékenykedett. Vicst tervei alapján elindult a parkosítási munka, azonban Boráros János, a hercegprímás váratlanul 1799 évvégén elhalálozott. Örököse nem kívánta teljesíteni a bérletben ráeső részt. Ő nem látott fantáziát abban, hogy egy mulató és üdülőhelyet hoznak létre a városi lakosság számára, így a város többszöri felszólítása ellenére nem tett eleget a kertépítészeti munkák folytatásának, hanem ehelyett fakitermelésbe kezdett. Az évekig eltartó pereskedés végén 1805-ben szerezte vissza a város a területet, hogy immár akkor saját forrásaiból fejlesz-e azt.
Szóval itt, hogyha megnézzük a kivetített térképeket, az elsőn látjuk azt, hogy ez egy a városhatáron kívülálló homokas, mocsaras terület volt, majd utána az 1803-as és 1810-es két felmérés már mutatja, hogy milyen jelentős munkák mentek végbe mégis abban a néhány hónapban, amíg Rudolf Witsch tevékenykedett a területen. Egyrészt a barokk kort idéző ludlábsétányok, egyenes, hatalmas allék létesültek. Ennek a munkának a részeként épült ki a Városligeti fasor is, amit ugye a bérleti szerződésben a város magára vállalt, hogy ő kiépíti a Király utca végétől a parkba kivezető utat, ezzel segítve a lakosság kijutását. Ebben a munkában is részt vett Rudolf Witsch. Az ő javaslatára történt az, hogy a kitelepített kis gesztenyefákat, hogy megóvják ettől a sivár, szeles időtől, a környékükre nyárfákat ültettek, egy-egy nyárfasorral szegélyezték az utat, amit az 1831-es kemény tél során vágtak ki József Nádor engedélyével, hogy a lakosságnak tüzelőanyagot tudjanak adni. Sokan nem értették a fakivágásokat. Egyrészt ezek a nyárfák csak azért voltak oda telepítve, hogy az értékesebb gesztenyéket megóvják, a gesztenyék addigra annyira megerősödtek, hogy már nem volt szükséges ez a védelem, és így valahol egy ilyen jó szolgálati dolgot is lehetett tenni a fa odaadományozásával. Ugyanakkor ezek a térképek mutatják, hogy már nem tisztán barokk szellemben létesült ez a park. Megjelennek az íves, lágyvonalvezetési utak, tehát ez már a tájképi stílusnak az előretörése. Ezekre azt mondjuk, hogy egy ilyen irreguláris állapot uralkodott, amikor a barokk és a tájképi elemek egymás mellett éltek egy szerkezetben. A 19. század első fele hozott nagyon komoly változásokat. Ugye a város visszavette a területet 1805-ben, de pénze nem volt ennek a fejlesztésére. Próbálkozott bérbeadni egy-egy részét. Nagyon jelentős volt ekkor a mezőgazdasági hasznosítás a Városligetben, legelőkasszáló hasznosítás, illetve a kialakított Városligeti tavon a halászati jogot is bérbeadta a város, amiből relatíve komoly bevételre tudott szert tenni. A változás 1813-ban következett be, amikor a Királyi Szépítő Bizottság József Nádor kezdeményezésére kiírt egy nemzetközi tervpályázatot. Ennek a pályázatnak a felhívása 1813. január 17-én jelent meg először. Két helyen lehetett elérni a tervpályázathoz kiadott alapdokumentumot, egy felmérést, Pesten, illetve Bécsben. A pályázati felhívás értelmében március 10-ig be kellett adni a kész pályaműveket, tehát nem hagytak sok időt az alkotóknak, hogy elgondolkodjanak, hogy milyen közparkot szánnak a pesti lakosságnak. Ugye a pályázati felhívás megfogalmazta azt, hogy a város valamennyi rétegének egy üdülő pihenőhelyet kell biztosítani, olyan terveket várnak. A beérkezett pályamunkák egy része ránk maradt, itt látható kivetítve három terv. Ezből is nagyon jól látszik, hogy mennyire másképp gondolta egy-egy tervező a korszakban, hogy hogyan is kellene kinéznie egy ideális közparknak, ahol a lakosság valamennyi rétege ki tud kapcsolódni. Talán a legérettebb, legizgalmasabb, legértékesebb tervlap a bal alsó sarokban látható. Ez így a forráskritikai kutatások alapján Péter József Lenné tervének tulajdonítható. Lenné ekkor a bécsi udvarban dolgozott, Schönbrunn után a luxemburgi császári kertben volt kertész, ahonnan azonban 1816-ban Potsdamba távozott, és később ott lett főkertész. Érdekes módon elkészültek ezek a pályamunkák, de nem hirdettek győztest. A győztesnek járó 200 aranyos díjat senkinek nem utalták ki, és nem is indultak el a munkák. 1816-ban viszont Heinrich Nebien, a lübecki származású német tájépítész, aki gazdasági tanácsosnak nevezte magát, elkészített egy átfogó tervdokumentációt a Városliget fejlesztésére. Itt látható az ő mesterterve, és néhány az albumból, albumformában van ez kötve a szöveges leírással, a kiragadott látványterveknél. Nebien terve alapvetően arra épült fel, hogy a Városligeti fasoron át érkező látogató egy nagyon impozáns kapuépítményen átlépjen be a Városligetbe, ahol a rondó azáltal a cirkusznak nevezett tér fogadja. Ez egy koncentrikus sétányokból felépülő eleme volt a Városligetnek, ahol a különböző utakon a
lovaskocsizók, a lovaglók és a gyalogosok tudtak haladni. Ez egyfajta látni, láttatni, látva lenni, mindent észrevenni. A társadalmi kapcsolatok egy fontos színhelye volt. A kis bemélyedésekben pedig ülőpadok voltak elhelyezve, hogy a csendes szemlélődőnek is meglegyen a maga helye. Nebien a vízrendszernél alapvetően meghagyta a már Rudolf Witsch által kialakított nagy tavat a két szigettel. Ugyanakkor az addig egyenes csatornát, ami táplálta ezt a tavat, íves vonalvezetésű lágy kis patakká változtatta, ami létrehozott egy előülepítőként funkcionáló kisebb tavat, az úgynevezett hattyú tavat. Majd ugyanígy egy ilyen lágy, íves vonalvezetésű csatornán át kívánta levezetni a tóból a vizet. Több épületet, építményt is tervezett Nebien a Városliget területére. Ezek közül így néhányat kiemelve, hogy a nagyobb szigetre egy majorságot képzelt el, egy ilyen mintamajorságot, ahol a városi lakosságnak be lehet mutatni a vidéki élet szépségeit, élő tehenekkel, lovakkal, baromfi udvarral, az épületben tejivóval, kis vendéglővel, hogy ezt a városi lakosság is érezze, hogy milyen is a vidéki életforma. Ez lett volna az egyik fontos épület. Míg a délnyugati sarokban egyfajta amfiteátrum, egy színházi, katonai parádékra, sporteseményekre alkalmas, félköríves, lelátós tér kapott volna helyet, amitől nem messze egy táncmulatságokra alkalmas táncház is létesült volna. Nebien terve a becsült kivitelezői költségek szerint 700 ezer forintra rúgott volna. Ez az az összeg volt, amit a város nem tudott előteremteni. Nebien hiába tett javaslatokat, hogy hogyan lehetne pénzt szerezni, tehát hogy értékesíteni a lekaszált szénát, bérbeadni a tavat, fát kitermelni. Ez a 700 ezer forint, ez egy elképzelhetetlen összegnek tűnt. Ezért egy nagyon komoly költségcsökkentést hajtott végre a megrendelő város. Azt mondták, hogy akkor a tervezett épületeket elhagyják. Ezzel körülbelül 300 ezer forintra sikerült levinni a kivitelezési költségeket. De ez még mindig egy elképzelhetetlenül magas összeg volt abban az időben. Ezért elképzeléseik szerint egy szakaszos megvalósítás történt volna, hogy a lecsökkentett tartalmú tervet 10 évre elosztva egyenletesen szépen kivitelezik, ehhez létesítettek egy pénzalapot. Ide utalták be azt a pénzösszeget, amit a Városligeti fasor két oldalán értékesített telkekből kapott a város. Továbbá az egyes bérleti szerződésekből, tehát a szénaértékesítésből, halászati jogból befolyó összegeket is ebbe a pénzalapba csoportosították át. Így viszont még mindig ott jártak, hogy nincs meg a megfelelő anyagi fedezet. Így a Nádor javaslatára egy közadakozást hirdettek meg, hogy minden jóérzésű polgár járuljon hozzá valami összeggel, akár 10 éves futamidőre is vállalva, a Városliget létesítéséhez. Hát ez a közadakozás, ez nem hozta meg a várt sikert. A Nádor volt a legnagyobb adakozó, 6000 forintot ajánlott fel a Nemes célra. Viszont a többiek elmaradtak ettől, összesen 45 ezer forint folyt be a felhívás kapcsán, tehát ez még mindig kevés volt. Talán ennek a pénzhiánynak tudható be, hogy a Városliget annak ellenére, hogy ilyen nagy lelkesedéssel kezdtek hozzá a kivitelezéshez, valahogy úgy elakadta a folyamat, mindig a pénzre kellett várni, de kisebb lépésekben folyamatosan haladtak. Ennek hatására az 1840-es évek végére, 1850-es évek elejére a nagy térképen látható állapotban kiépült a Városliget. Jól láthatóak ezek a világos sárga nagy foltok, ezek továbbra is mezőgazdasági művelésű területek voltak, ezek még mindig bevételt jelentettek most már a Városligeti pénzalap számára. Ezek nagyon fontos kiemelni, hogy komoly mezőgazdasági művelés folyt a Városligetben, ekkor is volt még rendesen a halászat a Városligeti tavon. Ami nagyon érdekes, hogy a rondóból megmaradt az az egyenes allé, ami átvezetett a Városligeti fasor folytatásaként a Hermina úthoz, a mai Erzsébet királyné útja folytatásának lehet ezt tekinteni. Ezen túl azonban létrejött ez az íves vonalvezetésű, tisztásokkal, kis faligetekkel, erdős területekkel operáló térszerkezet, amiben megjelentek az épületek, hát nyilvánvalóan a rondó volt a központi elem, ott
épült a legtöbb létesítmény, ugye látható a nagy vendéglő, néhány kisebb körhinta, mutatványos bódé, kertészeti épület is létesült itt. Itt ezek a metszetek mutatják ezeket, a legfelső az a nagy vendéglő, alatta látható az a dróthíd, ami déli irányból vezetett be a kisebb szigetre. Ezt a dróthidat egy Anton Fritz nevezetű bécsi szitásmester készítette, ez volt Budapest első függőhídja, tehát ugye ez a Lánchíd előtt épült, és egészen a 18. század harmadik harmadáig használták ezt a dróthidat, akkorra annyira elavult, hogy el kellett bontani. A 19. század második fele az egy átmeneti hanyatlással indult. Ennek oka ott kereshető, hogy a királyi szépítő bizottmány megszűnt, senki nem maradt, aki a Városliget ügyét szívén viselte volna, felkarolta volna azt, a Városligeti tó elmocsarasodott. Erről rengeteg korabeli újsághír maradt fent, ahogy a közvélemény panaszkodik arra, hogy milyen büdös a tó, hogy nem lehet kimenni. Volt olyan, aki úgy írta le ezt, hogy a szerelmes már vízbe se tudja magát folytani, annyira elmocsarasodott a tó. A másik probléma pedig ugye a területcsökkenés volt. A Városliget területek két lépcsőben csökkent. Az első ütemben, amikor a Budapest-Vác vasútvonalat építették, akkor a vasúti nyomvonalat úgy jelölték ki, hogy ez a Városliget északi részén áthaladt. A vasút azzal érvelthetők, megváltják azt a távolságot, ami a nyomvonalnak szükséges. A leeső területet lehet parkként használni. Erre mondta a Városligeti Bizottság, hogy az olyan szinten esik le, és a vasút olyan szinten szeparálja, hogy ők azt a területet már nem tudják parkként használni, teljesen felesleges ebben gondolkodni. A második területcsökkenés idézőjelesen az állatkert létesítéséhez kapcsolható, hiszen a vasúti töltéstől délebre eső sávot jelölték ki a létesülő állatkert számára. Ez az átmeneti hanyatlás azonban nem tartott sokáig, gyorsan jött a fellendülés korszaka. Szép lassan egymás után létesültek olyan intézmények, szervezetek a Városligetben, amik újra népszerűvé tették, segítették annak felvirágzását. Az egyik nagyon fontos dolog a Hermina kápolna felszentelése volt 1856-ban, ez ugye a Hermina úton áll, és a Városligetben sétálók egyik kedvelt célpontja volt kisétálni ehhez a kápolnához. A másik nagyon fontos esemény ugye az állatkert említett megnyitása volt 1866-ban, és nagyon markáns elem a főkert alapítása 1867-ben. Fuchs Emilt 1865-ben nevezték ki a Városliget főkertészévé, majd ugye két évvel később létrehozták a főkertet, aminek ez az úriember lett az első igazgatója. Fuchs Emil nagyon sokat tett azért, hogy a Városliget megmaradjon, és az akkori kor igényeihez igazodó közparkként épüljön ki. Tehát Fuchs Emil volt az, aki az 1860-as években felismerte, hogy Nebbien terve már elavult, mert teljesen más igényekkel lép fel a városi lakosság, más programot szeretne a Városligetben, ezért a parkot ezekhez az új igényekhez kell igazítani, ezek mentén kell folytatni a kivitelezést, ami ugyan Nebbien terve sosem valósult meg teljes egészében. Aztán nagyon fontos esemény volt az Artézi kút búrása, amit Zsigmondy Vilmos kezdett el. 1868-tól közel 10 éven át tartott ez a fúrási munka, amíg végre feltört az artézi víz, amire utána kiépült a fürdő kultúra a Városligetben. Ugye a város meglátta ebben a lehetőséget, és a nagyobb szigeten, az akkori Nádor szigeten, amit még korábban Páva szigetnek is hívtak, berendezte az első fürdőjét, ami olyan sikeres volt, hogy egy néhány évvel később már el kellett gondolkodni egy nagyobb, korszerűbb új fürdőépület emelésén is. A sportélet szempontjából kiemelhető az, hogy 1869-ben szervezett kereteket öltött a korcsolyázás, megalapult a Pesti Korcsolyázó Egylet bécsi mintára. Már előtte is korcsolyáztak télen a Városligeti tavon, ahogy nyáron csónakáztak,
de szervezett formában 1869-től beszélünk korcsolya sportról, korcsolya életről a Városligeti tavon. 1870-ben építették az első kis fabódéjukat, ami azonban leégett, és így kerülhetett sor arra, hogy 1875-ben átadják a Lechner-ödön által tervezett új korcsolyacsarnokot, amit a század végén a Francsek Imre által tervezett mostani korcsolyacsarnok váltott fel. Szintén fontos esemény a 19. század második felében, ahogy már említették előttem, az Andrássy út kiépülése és a Stefánia út kiépítése. Ez a két út egyfajta korzó út is volt, tehát megszűnt a rondónak az eredeti funkciója, hogy ott körbe-körbe sétáljanak, kocsizzanak, lovagoljanak az emberek, hiszen most már egy hosszú távot tudtak felfűzni Andrássy út át a Városligeten, és ugye a Stefánia út kiépült a Városligeten túl, egészen az akkori víztoronyig, tehát ott a mai stadion környékéig, ott vissza tudtak fordulni, és tudtak egy ilyen hosszú ívet menni, tehát a rondó elvesztette azt a funkcióját, hogy ott egy helyben tartsa az embereket. Mindenki kirajzott. Ezért már Fuchs érezte, Fuchs Emil, hogy a rondót is át kell egy kicsit strukturálni, mert az eredeti funkció, ami alapján ez kiépült, megszűnt, így már nem használják az emberek. A 19. század második felének nagy problémája volt az, hogy a Városligetet nézték ki az országos kiállítások helyszínéül. Az 1885. évi országos kiállítás miatt mintegy 330 ezer négyzetméter területet jelöltek ki kiállítási célra. Itt a bal alsó térképen nagyon jól látható, hogy a Városligetnek mely területét foglalta el ez az országos kiállítás. Ugye pirossal vannak jelölve az épületek, vagy ilyen narancssárgásnak látszik, sárgával pedig a kiállítás kapcsán kavicsal felszórt utak. Tehát jól látható, hogy a mai Olof Palme sétány, Ajtósi Dürer sor, Hermina út által határolt terület, a Városligeti tó széléig kinyúlva volt az, ami kiállítási területként igénybe lett véve. Ezen a 33 hektáros területen az épületek körülbelül 70 ezer négyzetmétert foglaltak el. Annak ellenére, hogy ezek ideiglenes épületek voltak, nagyon komoly fakivágással járt a területnek a ilyen módú előkészítése. Közel 800 fát vágtak ki a kiállítás kapcsán. A város ugye szerződést kötött el a terület átadására is, hogy ő mit vár el majd utána. Hát ugye maradt a három állandó épületünk, az iparcsarnok épülete, a régi műcsarnok épülete, ami a mai Olof Palme ház. Ugye azt az épületet az 1885-ös kiállítás kapcsán építették, olyan célra, hogy az Andrássy úton lévő ős műcsarnokot kiváltsák. Igen, nem csak az átadást követően rájöttek, hogy az épület sok mindenre alkalmas, csak műcsarnoknak nem. És gyorsan a kiállítás után már kellett kezdeni keresni a funkcióját, hogy hogyan is tudják ezt az épületet hasznosítani. Az 1896-os kiállításon kiállítási épület volt egészségügyi pavilon, majd itt rendezkedett be a Fővárosi Múzeum, tehát a Főváros Múzeuma használta az épületet egészen a 20. század első felének végéig. Ezek nagyon fontosak. És az, hogy megmaradt az iparcsarnok, megmaradt a királypavilon, és megmaradt ez a régi műcsarnok épület, a mai Olof Palme ház, ez már valahol determinálta is a Városligetet arra, hogy a következő nagy kiállítást, az 1896. évi milleniumi kiállítást is itt rendezzék meg. Nagyon fontos kiemelni, hogy az 1885-ös kiállítás idején még létezett a kis hattyútó, amit ugye Nebien álmodott meg előülepítő tóként, de csak az 1840-es évek végén kezdték el kiásni, és akkor új terveket készítettek a tóra és a rajta lévő szigetre. Ezt az 1885-ös kiállításon még használták kiállítási területként, kis tehezó kioszkok voltak bent a szigeten, majd az 1896-os kiállítás kapcsán ezt a tavat feltöltötték, megszüntették. De a 896-os milleniumi kiállítás során nem csak ez a fontos változás történt a Városliget szerkezetében, hanem megépült a föld alatt is. Ugye, ami az Andrássy úton egészen a Hősök teréig a föld alatt jött, de a Hősök terénél kibukkant a felszínre, és onnan a felszínen közlekedve fordult be a félszigetté alakított Nádor-szigetre, a fővárosi fürdőépület mellé. Tehát ott egy felszíni nyomvonal volt. Ennek az emléke az úgynevezett Wünsch-híd, ami ma is látható a Városligetben. Egy ilyen fehér-bordó
kis hidacska, ez alatt ment maga a föld alatti, ez annak az emléke. Tehát ugye itt jól látható, hogy mennyivel nagyobb területet vett igénybe a milleniumi kiállítás, mint a korábbi országos kiállítás. Újabb fakivágásokra került sor, egyrészt a terület is nagyobb volt, másrészt más koncepció szerint szerették volna szervezni az eseményeket, így újabb 600-800 fát vágtak ki. Természetesen itt is vállalta a kiállítás szervező, hogy a kiállítás követően maradéktalanul helyreállítja a kertészeti állapotot, de hát évekig ment a levelezés és a hadakozás, hogy akkor most kinek a feladata elültetni a fákat, parkosítani, növényágyakat létrehozni. Tehát sok mindent elvállaltak, aztán a végén kevésbé iparkodtak ezeknek a terveknek a megvalósításán. A 20. század első felének nagy változása, hogy elhatározták az Andrássy út meghosszabbítását, amire két alternatíva kínálkozott. Az egyik az volt, hogy jön az Andrássy út egészen a Hősök teréig, majd a mostani Olof-Pálme sétányon át, illetve attól északra kikanyarodunk egészen a Herminne út Erzsébet királynő sarkáig, és akkor az Erzsébet királyné útja lesz az Andrássy útnak a folytatása, az úgynevezett külső Andrássy út. Ez volt az egyik elképzelés. Ebben az esetben úgy gondolták, hogy az új fürdőépületet, a Széchenyi fürdő új épületét a Városligeti tavon átívelő híd tengelyébe kell felépíteni egyfajta tengelylezárásként. Azonban ekkor a kor egyik neves tájépítésze, Hein János, számos civilt meggyőzve, prezentált egy ellentervet, hogy lehetne ezt másképp is csinálni. Ők úgy gondolták, hogy sokkal észszerűbb megoldás az, hogyha az Andrássy utat a tavon átvezető híd tengelyében folytatják, létrehozva a mai Kóskároly sétányt, és ennek a folytatásában, ahol most az M3-as autópálya megy, ott alakítják ki a külső Andrássy utat. Úgy gondolták, hogy akkor ebben az esetben a fürdő épületet erre a Kóskároly sétányra merőlegesen lehetne elhelyezni. Itt jól látható, hogy több kisebb épülettel is számoltak, ivócsarnokkal, pálmaházzal, szállodával és magával a fürdő épülettel. Alapvetően ez az elhelyezési koncepció nyerte meg a tetszését a döntéshozóknak, de nem ez a terv, építészeti terv valósult meg, tehát nem épült pálmaház, a fürdő és más tervek alapján épült fel, de nagyon fontos volt, hogy itt egy tájépítész belenyúlt egy ilyen várostervezési folyamatba, és egy olyan alternatívát tett le, amit végül is elfogadtak, és megvalósításra érdemesnek ítéltek. Nagyon fontos, hogy a Széchenyi fürdő előtt egy nagyon impozáns neobarokk kertrész jelent meg a fürdő felépítését követően az 1910-es években. Ennek a kertrésznek az az érdekes, hogy most mindenki azt gondolja, hogy csak a Kóskároly sétánytól északra található ez a neobarokk kert, holott az a déli terület is hozzátartozott, ahol a Zsigmondi Vilmos szobra áll. Az volt az épületnek az ellenpontja. Akkor a szobor még nem ott állt, az csak a 20-as években került ki oda. Akkor egy hatalmas, nagy kiemelkedő, a felsőképen jól látható szőnyegágy volt az, ami ellenpontozta magát a fürdő épületet ennek a neobarokk tengelynek a végén. A fürdőhöz kapcsolódóan a 30-as években újabb fúrások indultak, és amikor 36-ban feltört az új forrásból a víz, akkor ott megépítették a Szent István forrás ivó pavilonját. A most látható pavilon az erőteljesen erre utal vissza, de az eredeti pavilont a 60-as években elvontották, és egy jellegtelen ilyen bádok pavilont emeltek a helyén. Most a 2000-es évek közepén volt az, amikor visszaállították egy stílusában közelebbi pavilont. Nagyon fontos, ugye, ahogy említették már, a Hősök tere átalakulása, megnyílt a Szépművészeti Múzeum, felavatták az ezredéves emlékművet, ugye ennek először csak az építészeti része készült el, majd utána kerültek bele a szobrok. A Hősök tere egészen a leburkolásáig, a 38-as leburkolásáig szerves része volt a Városligetnek. Jól látható ezen a légi felvételen is, hogy az állatkerti körút fasora teljesen benyúlt a tér közepére, ott egy cserjés, gyepes, szökőkúttal díszített, nagyon impozáns tér állt fent, egészen addig, amíg ugye ezt az egészet le nem burkolták az említett eukarisztikus világkonferencia miatt.
A 20. század első felének nagy eseménye volt még az, hogy Réde Károly, a Főkert akkori vezetője, egy új, átfogó tervet készített a Városligetre. Jól látható, hogy mennyivel sűrű már itt az úthálózat, tehát hogy már itt a 20. századi igények jelennek meg, és hogy ez mennyivel különbözik attól, amit még Nebbien felvázolt 1816-ban. Tehát jól látható, hogy egy sokkal tagoltabb, részletgazdagabb tervről volt szó. A 20. század második fele hát nyilvánvalóan a háború utáni újjáépítésekkel, illetve jelentős bontásokkal kezdődött. Itt látható például a lebombázott iparcsarnok épülete, amit lebontottak, de az alapjain felépítették a BMW-nek a központi kiállítási csarnokát. Ekkor létesültek a szociális célú létesítmények a Városligetben, illetve egy jelentős szoborállítási programba kezdtek, ami nem volt átgondolt, tehát mindenkinek gyorsan tettek ide-oda szobrot, aki eszükbe jutott, ez a mai napig fennáll. Nagyon fontos 1950-51 fordulója, amikor a Dózsa-György utat kiszélesítették. Ekkor elbontották a Regnum Marianum templomot, a délnyugati sarokban álló színház épületet, megcsonkították a rondót, ezzel kialakították ezt a nagy burkolt teret, amit most parkolóként használunk, és itt propaganda jellegű szoborállításba kezdtek. Először ugye megjelent a Sztálin szobor, majd a Lenin szobor, annak a helyén áll most az időkerék, és a Tanácsköztársaság emlékműve, ami a Regnum Marianum templom helyén került felállításra, és most a szobor visszamaradt spirális talapzatán az úgynevezett Regnum kereszt látható. Nagyon fontos, hogy a Városliget ekkor nem csak kívülről csökkent ezzel a kis sávval, hanem belülről is elkezdte felemészteni az itt megrendezett budapesti nemzetközi vásár. Az eleinte minden évben felépített és elbontott pavilonok kezdtek állandósulni, a terület egyre növekedett, míg végül már a csónakázó tavat is magába foglalta. De hogy jót is mondjuk a 20. század második feléről, a Főkert fennállásának századik évfordulója alkalmából megépítették a kis botanikus kertet, ami a Városligetnek egy igazi gyöngyszeme. Annak ellenére, hogy most nagyon lepusztult állapotban van, nagyon értékes és nagyon jó, a 20. századot jól reprezentálja annak a modernitása, a tervezői szemlélete, anyaghasználata egy nagyon értékes darabja a hazai kertművészetnek. Illetve 72-ben megnyitották a Vakok kertjét, ami az országban első volt, és mintát adott a többi hasonló tematikájú kerthez. Természetesen itt is voltak jó elemek, meg voltak kevésbé jók, hát ezen lehetett tanulni, hogy utána hogyan kell ilyeneket tervezni. Nagyon fontos, és akkor itt már el is érünk a napjaink eseményéhez, hogy amikor 1972-ben határoztak a BMW kiköltöztetéséről, akkor ezzel párhuzamosan kiírtak egy tervpályázatot a Városliget helyreállítására, a BMW területének parkosítására. Itt ugye ez együtt haladt azzal a folyamattal, amikor a milleniumi föld alatt itt meghosszabbították, és a végállomást áthelyezték a Mexikói útra. Így a Kóskároly sétány északi oldala a föld alattihoz kapcsolódóan újult meg, míg az attól délre eső terület a BMW kiköltöztetése kapcsán. Nagyon fontos kiemelni, hogy már ekkor is megmentették az idős fákat, tehát kiásták őket, itt jól látható, itt éppen egy 70 éves tölgyet ültettek át teljesen sikeresen, tehát a föld alatti nyomvonalának meghosszabbításakor is, amit lehetett fát, azt megmentettek és átültették. Ugye, ahogy említettem, a Városliget az önmagában nem védett történeti kertként, de műemléki környezet, a világörökség része, védővezete, régészeti lelőhely és a Hősök tere nemzeti emlékhely. Mindemellett a Városligetben 6 műemléki oltalmat élvező épület is található, ezért én úgy gondolom, hogy a Városligetről, mint történeti kertről érdemes úgy beszélni, hogy önmagában is egy múzeum, a kertművészetnek egyfajta múzeuma, ahol az elmúlt 270 év közpark építészetének lenyomatai láthatók. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen, nagyon sok mindent megtudhattunk. Nekem az jutott egyébként eszembe, ugye elhangzott, hogy hát arról állítottak szobrot, aki épp eszükbe jutott, hogy azért, amikor a Sztálin szobrot állították, szerintem olyan nagyon nagy választék nem volt, hogy kinek állíthatnak szobrot. Illetve azt még mondanám mindenkinek, hogy csak azért, mert szerelmesek tetszenek lenni, ne üljék magukat a tóba. És akkor köszönjük szépen, és akkor folytatjuk a programot, a következő előadónk pedig már ott is van a pódiumnál, Hídvégi Violetta, a Budapest Főváros Levéltárának fő levéltárosa, aki két épület, két sors
kudarc és liget, kudarc és siker a Ligetben az 1860-as években ezzel a címmel tart előadást. Ugye a Fest pavilonról és a Városligeti Gyermekszínházról lesz szó.